Hárman sérültek meg, köztük egy 7 éves kislány, amikor egy személyautó és egy mentőautó ütközött a Jeges úton Szentes külterületén. A kislányt mentőhelikopter szállította a Szegedi klinikára. Fábián Sebestyén irányába közlekedett a mentő egy Jeges út miatt bekövetkezett balesethez, amikor a szintén Jeges úton megcsúszott és frontálisan összeütközött egy Suzuki-val. A balesetben megsérült 7 éves kislányt mentőhelikopter szállította a Szegedi klinikára. Az autót vezető férfit és női utasát pedig mentővel szállították a Szentesi kórházba. A mentőautó megcsúszott, és ugye neki ment sógornőméknek az autójának oldalról. A kislány édesapja nyilatkozott stábunknak. Elmondta, hogy a kislányt iskolába vitték volna a rokonok. Hát a kislánynak agyrázkódása lett, a szája repett föl, illetve hát foga, egyes-kettes metszőfoga az mozdult ki, vagy tört ki, nem tudom, mert annyira nem látszódott. Azon kívül zúzódásai lettek. Sógornőmék ültek bennük, mentek dolgozni a férjével, illetve a kislányt azt ugye vitték iskolába, Szentesre. A mentőautós ugye esethez ment, valami balesethez valahová, és akkor menetbe találkoztak. Én mittem ott fotókban Jeges volt, és akkor gondolom, hogy a mentőautó megcsúszott itt a kanyarba, itt amúgy is elég csúszós, rossz ez a kanyar, és neki ütkezett a személyautónak, gondolom én, ugye, mert a jobb oldala, vagy bal oldala sérült a személyautónak is. Mondom, neki sodródott és kivághatta. Az úttest szakaszosan teljesen jeges volt, ezért történhetett a baleset. Információnk szerint a mentőben utazó egyik férfi csongrádi volt. A reggeli órákban a Jeges út miatt számtalan baleset történt a térségben. Egy műtrágyát szállító kamion borult fel Csongrád határában a 451-es főúton. A jármű Szentes felé tartott, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol hatalmasat fékezett, majd az útszéli mély árokba borult és a kerékpárút mellé csúszott. A kamion vezetője még ki tudott mászni, ő nem sérült meg. Az csak a szerencsének köszönhető, hogy semmivel nem ütközött össze az amúgy nagy forgalmú főúton. A tűzoltók a járművet áramtalanították. A műszaki mentés ideje alatt szakaszos útlezárás volt érvényben. Egy idős férfi megégett, amikor tűzötött ki egy lakóépületben a Csongrád és Bokros közötti tanyasi területen. Füstölést vett észre a házban a tanyagondnok, amikor az ebédet vitte az egyedül élő 82 éves bácsinak. Azonnal riasztotta a csongrádi tűzoltókat, akik gyorsan a helyszínre értek. A 11 óra tájban érkeztem, csongrádi tanyagondnoka vagyok a bácsinak. Ebédet szoktam neki hozni minden nap ide a tanyára, és akkor észleltem, hogy valami probléma van, mert a bejárati ajtón nem tudtam bejutni, és azonnal kinyitottam a külső ajtót, ilyen hészerű a külső ajtóban kinyitottam, és akkor láttam, hogy kormos az üveg, és akkor azonnal szóltam a tűzoltóknak, az olyan 11 óra magasságában történt. 82 éves volt a bácsi, egyedül élt a házban, testvére korábban már meghalt. Megállapították, hogy az egyik szobában ütött ki a tűz, amelyet két vízsugárral meg is fékeztek, valamint átszellőztették az épületet. A felderítés közben egy megégett holttestet találtak a házban. Az ott lakó 82 éves bácsi egyedül élt, fával tüzelt, valószínű a kályhából kipattanó szikra okozhatott tüzet, de ezt még a tűzvizsgáló is tovább vizsgálja.